Az orosz-kínai kapcsolatok új szintre léptek, ezt mondta Vlagyimir Putyin, aki Moszkvában fogadta Van Yi kínai kommunista államtanácsost. Közben az úgynevezett bukaresti kilencek vezetői, köztük Novák Katalin, Joe Bidennel tárgyaltak Varsóban. Kiszivárgott hírek szerint a kelet-európai országok biztonsági garanciákat kértek az amerikai elnöktől. Virágokat visz a testvére sírjára ez az ukrán asszony a bucsai temetőben. Irina Filkinát az orosz megszállók gyilkolták meg egy évvel ezelőtt. Számomra a világ véget ért tavaly március 5-én. Teljesen más dolog, ha valaki hosszú betegség után hal meg, és más, ha valakit váratlanul minden ok nélkül megölnek, mondja a nővére. Az 52 éves nő fotója az egész világot bejárta, és az ukrán civilek szenvedésének jelképévé vált. Holtteste egy hónapig hevert az utcán a Kijev közeli településen, ahol mintegy 400 civil lakost mészároltak le az oroszok. Százával sorakoznak a friss sírok a Harkivi temetőben, ahová az elmúlt egy évben elesett ukrán katonákat temetik. Itt helyezték végső nyugalomra Mariupol egyik védőjét is, akinek a holtteste szeptemberben került vissza Ukrajnába fogoly csere keretében. DNS mintát adtam, a maradványok alapján ugyanis nem lehetett azonosítani. Felismerhetetlen testrészek maradtak csak belőle, mondja a 27 éves katona édesanyja. A Donbászban egyre elkeseredettebb harcok folynak. Kijevi közlések szerint Kremlin irányában különösen nehéz a helyzet. Az orosz hadsereg ott próbálja meg áttörni az ukrán védelmet. Az oroszok által május óta ostromlott Bakhmutban is súlyos utcai harcok vannak. Közben Varsóban az amerikai elnök a bukaresti kilencek nevű kelet-európai országcsoport vezetőivel találkozott, köztük Novák Katalinnal. A köztársasági elnök már előre jelezte, arra kéri Joe Bident, hogy mi hamarabb kezdjék meg a béketárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal. Budapest után Moszkvába látogatott Van Yi. A kínai kommunista államtanácsost Putyin a barátjának nevezte. Az orosz elnök szerint az orosz-kínai együttműködés új határokat lépett át.